Robert vagyok, üdvözlet mindenkit! Ez a videó a Messina 1347 című játék végigjátszásának a végén található átbeszélést tartalmazza. Hibákért elnézést kérek. Na, szerintem térjünk rá magára a játékra egy pár szóban, azért beszéljük át. Hát talán azt mondhatom, kezdjük a komponensekkel. A komponensek szerintem minőségileg teljesen jók. Már olyan értem be, hogy szuperek. Tehát funkcionális, a minőséggel tényleg semmi baj nincs, mert nagyon jó fajta kartonok. A jelölők is teljesen jók. Szerintem a komponenseknek a minőségére nem lehet panasz, de tényleg nem. A mennyiség. Na, ilyen se volt még, a komponenseknek a mennyisége. Ja, még egyébként a komponensekről azért annyit gyorsan hadd említsek még meg, hogy én nagyon-nagyon örültem annak, hogy Messinát, ugye ezek a lapkák, hogy nem erőszakolták rá egy külön táblára. Erre annyira örültem, mert ugye megtehették volna, hogy van egy jó nagy táblánk, már volt ilyenre eset, még a szerzőtől is, ugye Prága kaput nyeregni, tehát hogy van egy jó nagy táblánk, és akkor kialakítják neki a helyeket, és akkor oda kellett volna rakosgatni, de nem tették meg, és ez nagyon-nagyon elegáns szerintem, és nagyon jó tett a játéknak, mert ugye így egy kicsit könnyebben lehet mozogni. Tehát, hogyha valaki ide akarja rakni a sajátját, ezt is mozgathatjuk ide-oda-moda. Nagyon jó, hogy ez így maradt, hogy külön vették. A másik meg, hogy lehet, hogy egy nagyon nagy táblára akár tényleg felfért volna 150 pontos sáv is, de hát láttátok, hogy ez a 50 pont, tehát igazából a játéknak a hatodik fordulójáig elég, mert csak a legvégső pontozásnál kezdünk el körbe-körbe-körbe menni, addig meg nincs rá szükség, tehát nagyon jó, ez tényleg nagyon jó. A mérete szerintem rendben van, szerintem az asztalkép is sokkal szebb lesz így, nekem nagyon bejött. Tehát tényleg így a komponenseknek a minősége, meg a kialakítása, funkcionális, minden szuper. Na de gyorsan térjünk vissza a komponensek mennyiségére. Értem én, hogy kicsit minimalista a játék olyan értelemben, hogy tehát, hogy mivel jelöltük most ezt a plusz 150 pontot? Jó, nem akartak adni még egy plusz jelölőt, mert tudták nagyon jól, hogy nincs rá szükség, mert hogy az utolsó fordulóba fog rá, sőt, a végső pontozásnál lesz szükség arra, hogy behozzunk jelölőket, akkor miért ne használhatnánk a sajátunkat? Ez igaz? Ezt még valahol meg is tudom bocsátani egyébként, bár nem tudom, hogy mennyibe került volna mondjuk még két ilyen korongot, vagy mit tudom én, még két kockát belerakni a dobozba per játékos. Ezt még elnézem, mert egyébként igazuk van, felesleges minek. De azt tudni kell, hogy azt lerakom, hogy szeretnék azért egy kicsit ugye mutatni valamit, hogy ne csak a szám járjon, hanem azért mutassam is, hogy miről van szó. Ugye a haladó játéknál csak ezeket még levesszük. A haladó játéknál ugye ez úgy van, másik oldalt kell használni, na mégiscsak sikerült lezélnem róla a dolgokat, nem baj, mindjárt felvesszük. A haladó játéknál ugye ez úgy van, már is mutatom nektek. Azt mondja, mi kell nekem most? Ez. Na. Tehát a haladó játéknál az van, hogy van nekünk három speciális hely. Ezeket a speciális helyeket egyetlen egyszer lehet aktiválni, ott is van a kis villámjel, és amikor aktiválja az ember, akkor igazából ezt kell rátennie. Tehát a szóló játéknál használt tokent. Nyilván, ha szóló játékban, tehát egyfős játéknál akarjuk ezt használni, akkor mondjuk használhatunk egy nem játékos jelölőt is erre, hogy letakarjuk. Ez is igaz, én ezt aláírom, de, tehát még mindig mondhatná a szerző, hogy persze, igaz, de hát csak spórolni akartak, használj akkor egy tokent, legyen. Használjunk tokent. Viszont, de, és most megint csak demonstrálás jön, fogjuk a tokeneket, amiket egyfős játéknál kell használni, pontosan amiket használtunk. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy mi volt az oka annak, amikor az előkészületeknél
Én beraktam abba a zsákba, amit egyébként nem kaptam a játékhoz, tehát ez az egyik Lacerda játékból van. Igazából, mikor megrendeltem, azt hiszem a Lisboához a kis upgrade-et, akkor ahhoz kaptam még egy zsákot, amin rajta is volt ilyen szép jelölésekkel, hogy mi kell abba a zsákba, úgyhogy így volt egy plusz zsák, ezt mindig itt szoktam tartani a polcon, már többször elő lett véve, ti is láttátok, tehát ez volt az oka, hogy beletettük, hogy ha most nem zsákot használtunk volna, ezt kevergetni kellett volna. Tehát én nem tudom, hogy ki gondolta, hogy ilyen kis tokeneket olyan egyszerű így kevergetni, hogy véletlenül nehogy megforduljon, kiessen az ember kezéből, és azért ezt 6-szor vagy 5-ször, igen, tehát azért 6-szor, mert minden fordul elején megkevergetni, és igazából így kellett volna mindig húzgálni, és amikor megint megvagyunk, akkor megint fogna az egészet, és akkor elkezdeni, na igen, jó, most megint ott ez is csúszik ki, tehát na, ezt kellett volna, hogy van, ezt kellett volna csinálni, 6 fordulón keresztül. Most kérdem én, nem egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy jó, használjuk ezeket a nyavajás tokeneket, ja, még egyre kevesebbet is kezdtem keverni. Használjuk ezeket a nyavajás tokeneket erre, legyen, de ez 14 token, 14 darab kártya, nem per játékos, a szóló játékhoz 14 darab kártya. Egyébként meglepődnék, hogyha idővel valaki nem rakná fel a Board Game Geek-re ugyanezeket a tokeneket kártyába, hogy ki lehessen nyomtatni. Mert tehát ezekkel játszani, na, hát mennyivel egyszerűbb lett volna egy 14 kártya, csak megkevernénk és mindig felcsapnánk. Nem is kellene ez a nagyfajta, elég lenne ez a kis kicsi kártya egyébként, ugye nem tudom, az még standard, de a pici kártyák is elég lennének. Tehát egy a lényeg, hogy a komponensek mennyiségével ilyen értelemben bajom van, mert túl minimalista, tehát hogy túlságosan is sok mindent akartak így mindenhova, hogy de nem, szerintem ez már, tehát ez a része viszont már a funkcionalitást is érinti, és ez már zavart. De viccen kívül a komponensekre ez az egyetlen egy kritikám, tehát semmi másba nem tudok belekötni, csak a mennyiségbe ilyen értelemben, meg ezeknek a nem is a minőségébe, hanem a funkcionalitásába, hogy pici. A játék nyelv független egyébként. Láttátok, sehol nincs egy darab szöveg sem. Tehát ha valaki megtanulja a szabályt, onnantól kezdve vígan el tud játszani, és szerintem a szabály úgy is fent lesz majd előbb-utóbb magyarul, elérhető lesz. Arról nem is beszélve, hogy ha jól tudom, jön a, tehát a Game Club kiadja ezt a játékot magyarul, ha jól emlékszem. Úgyhogy meg lesz a magyar szabály, de egyébként meg teljesen független, tehát nyelvfüggetlen. Újrajátszhatóság, hát végtelen. Tehát a lapkákat random rakjuk le, és nagyon befolyásolnak minden játékot. A random, azok is random jönnek. Ha egy fős játékot nézzük, random húzgáljuk. Tehát nyilván szerencsefaktor, de ahogy mondjam, a tárcsa nagyon jól teszi a dolgát. Tehát össze-vissza. És nem össze-vissza, mert nyilván ebben van egy nagyon okos rendszer, ha megfigyeltétek, lehet látni benne azért a rendszert, és ez nagyon jól balanszolja a játékot, nagyon jóvá teszi, tehát látszik, hogy nagyon át van gondolva ez a tárcsa mechanika, úgyhogy tényleg élvezetes. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy az újrajátszhatóság végtelen, a tanulhatóság, hát szerintem egyébként nem olyan bonyolult a játék, már olyan értemben, hogy maga az akciók egyszerűek. Lépj ide, hajtsd végre, lépj ide, hajtsd végre. Ezt kell mozgatni, hajtsd végre. A játéknak a komplexitása nem a nehézsége, tehát ez nem, hogy mondjam, nem olyan, mint a Lacerda játékoknál van, hogy van 26 szabálya, hogy összefüggenek, és már maga megtanulni a játékot is nehéz sokszor. Ez azért nehéz játék, azért komplex, mert az első 5 forduló, vagy nem, az első 4 forduló még hagyján, szép lassan építkezünk, de már el tudjuk rontani a játékot, ha nem tervezünk jól. De amikor el kell kezdeni kombózni, hajda megyek, akkor azzal ott fogok mozogni, akkor ott kapok még egyet, amivel mozog még egyet, akkor ezt fogom használni, meg azt, meg azt, meg azt. Tehát ez a nehéz benne. Annyira mély döntés van benne, hogy az embernek az agya, az agysejtjei, hát igencsak lefáradnak, meg egy-kettő ki is ég, mire vége a játéknak. Hadd nem mondjam, hogy én mennyire fáradtam le egy-kettőnél. Már volt olyan rész egyébként, ahol inkább azt mondtam, hogy jó, hagyjuk, nem is akarom végig gondolni, megyek inkább az egyszerű, népesítsünk gyorsan újra. Csak mindig jött egy újabb lehetőség, amit egyszerűen nem lehetett kihagyni,
De ez a játék komplexitása, hogy az előre tervezés még úgy is, hogy nyilván számolni kell azzal, hogy oda tudnak menni, ahova nekünk nem kéne, pontosabban, hogy nem akarjuk, hogy menjenek, de mindig valahogy előre kell tervezni, hogy tehát ne legyen olyan, hogy azt látjuk, hogy jaj, mozgathatjuk mondjuk az egyiket, és akkor ó, de jó lett volna, ha oda tettük volna meg, meg megint mozgatjuk, ó, ha most itt lenne, nem ott, akkor az első játékomban nagyon sokszor volt ilyen, amikor így mozgatom, és akkor csapok a homlokomhoz, hogy jó, rendben, oké, nem, most ezen nem fogom fejlegesíteni magam, és akkor így ment egy pár ilyen, és akkor jó, megint, igen, ezért ezt így valahogy erre figyelni kell, de egyébként ebben rutinossá lehet válni. Lehet, hogy még többet játszik az ember, mert én még most sem érzem magam rutinosnak. Láttátok az elején, mennyit vekektem rajta. Tehát ez teszi nehézé a játékot. Viszont ez az a rész, ami miatt egyszerre taktikai és stratégiai is a játék. Mert nyilván az, hogy miket foglalnak el előlünk, milyen, hogy éppen az aktuális helyzethez alkalmazkodni kell, szuper taktikai játékkel teszi, miközben folyamatosan tervezni kell, hogy hosszú távon hogy tudjuk kihozni azért a maximumot, mert a tekercsekre, igaz, hogy csak az utolsó, vagy ez a pergamen, vagy mi, igaz, hogy az utolsó két fordulóban mentem rá én is, mondjuk csak az egyikre, azt sajnálom, hogy erre nem sikerült. Volt olyan játék egyébként, amikor ezt ki tudtam hozni ötre, ezt meg kettőre, egész jó pont lett az is, sőt, lehet egyébként, hogy jobb lett volna ezt is inkább ezt a kettőt idehozni. Biztos vagyok benne, hogy jobb lett volna, mert ja, mondjuk annyit nem tudtuk volna. Csak mondjuk 1 meg 7 vagy 5, akkor már kettőt buktunk volna. Na mindegy, ezt is olyan, hogy már nincs kedve az embernek matekolni ezen a végéig, az a baj. De az a lényeg, hogy valahol azért el kell dönteni az tehát magunkba el kell dönteni majd, hogy mire akarunk rámenni. És a játéknak az utolsó harmadában, vagy hát igen, ott a utolsó harmadában azt viszont el kell kezdeni tolni, de már úgy, hogy arra előre tervezgetünk szépen, tehát okkal csináljuk a dolgokat. Tehát nagyon-nagyon jó stratégiai dolgok vannak benne. A B oldalról nem tudok nagyon sokat mondani, ugye mondtam, hogy ennek is van egy B oldala, ezeket együtt kéne használni. A szerző mondja, hogy lehet vegyesen, hogy AB, vagy ez az A, az a B, az nincs letesztelve. Viszont azt tudni kell, hogy a B oldal ugye az a haladó, és mindenkinek más. Tehát itt konkrétan mindenkinek az egyike, azt hiszem legalábbis csak az egyik, gyorsan megnézem. Azt mondja, hogy igen, csak itt a középső, ha megnézitek. Ja nem, a szélső is. Tehát látjátok, ezek a B oldalok és oldalak, ez is más, meg ez is. És itt is. Tehát, hogy különböző stratégiákat tud követni tehát mindenki más stratégiát tud követni, ami azért nagyon, hát kíváncsi lennék egyiket, hogy mennyire dobja fel, mert nyilván az A oldalon mindenki ugyanazt csinálja, és ugyanazt próbálja lehet, mert hogy elképzelhet, hogy két ember ugyanarra fog rámenni, a B-nél nem. A B-nél szinte biztos, hogy más sávokon kell, mert ezek a sávokat jelölik, tehát máshol akarnak majd az emberek érvényesülni. Arról nem is beszélve, és most ezt gyorsan még elteszem, arról nem is beszélve, hogy a B oldalnak játékos táblánként is különböző mindegyik táblán az a bizonyos bónusz. Tehát ha megnézitek, itt most pénz, meg két építés, meg kettő a egyházsávon, de mondjuk itt már ott van egy építés, ott a városi sávon lehet menni, itt két tűztoken. Tehát ténylegesen ezek is mások, ami nagyon-nagyon, hát majdnem már aszimmetrikussá teheti olyan értelemben a játékot, hogy másban lesz valaki erős. Úgyhogy a B oldal szerintem mindenképpen egy eléggé vicces oldal lehet. Tehát a haladó játék, több játékos módban, ha többen játszottok. Úgyhogy érdemes lehet kipróbálni. De egy biztos, hogy mind taktikai, mind stratégiai mélysége van a játéknak, és nagyon mély, nagyon nagy. A mechanikák, hát egyébként egy egyszerű munkás lejjezős játék. Ez a része nyilván itt aktiválásdi, ez egy elég érdekes, nagyon feldobja. A tárcsa az nagyon jól teszi a dolgát, mármint ami a előkészületeknél van, ugye minden fordul előkészületeknél, tehát zseniális interakció van a játékban, legalábbis itt. Azért ezt lehet látni. Már csak azért is egyébként, mert miután valaki elkezd rámenni és nyilván előbb-utóbb rámennek az emberek az újranépesítésekre,
Hát ott azért meggondolja az ember, hogy most 2 pont, lehet, hogy nem tudom, az a baj, mások, még így nem volt több játékos tapasztalatom, hogy mennyit számít, hogy mennyi különbség van vajon 2 ember között pontban, feltéve, hogy ugyanolyan jól játszanak. Mert nyilván, hogyha valaki nagyon rosszul tervez az első 3 fordulóban, a másik ember meg nagyon-nagyon kimaxol mindent, akkor egyértelmű, hogy nagyon sok pont különbség lesz, de hogyha nagyjából ugyanúgy tervezgetnek, meg úgy próbálják egymást blokkolgatni, mert azért figyelni kell a másikat, ebben biztos vagyok, hogy jó, lehet, hogy most nekem ez a jó, de akkor neki az sokkal jobb, akkor inkább oda megyek. Elképzelhető, én biztos vagyok benne, hogy ilyen is van ember. Úgyhogy szerintem ez a részével nincs gond. A szóló játék, tehát az egyszemélyes játéknak az élménye teljesen jó. Teszik a dolgukat a lapkák, amik jók lennének, hogyha a kártyák lennének, de teszik. Tehát annyit csinálnak csak, hogy blokkolnak minket, mert nyilván itt megy egy versengés, na most ez egy jó kérdés, hogy itt most tényleg mennyire, mert ugye felvetült a kérdés, hogy mindig odaadtuk neki azt a pontot. Szerintem igen, de majd meglátjuk, majd írjátok meg, hogyha tényleg a hibákat, mert elképzelhető, hogy vannak hibák, sőt, azért elég sokat kell adminisztrálni, ugye, hogy most az ember ezt meg azt csinálja így, meg úgy. Sokszor az ember, mikor leveszi már, rakja oda, de összevonja a lépéseket, amik meg mindig hibához vezetnek. Ennek én meg sokszor hajlamos vagyok ilyenre, hogy az agyam már próbál 2 lépéssel előre járni, és amikor végrehajtok valamit, akkor nem azt hajtom végre, amit éppen kéne, hanem amit az agyam éppen már előre gondol. Ezért még könnyebb hibázni így egyedül, és nincs, aki az emberre így rájusson a kezére, hogy hopsz, dobod el, nem azt kell csinálni. Na, de ez ilyen. Ezért jó, hogy mindig leírjátok, és ezt nagyon köszönöm, mert akkor tudom javítani, hogy ha mások lássák, akkor tényleg ne azt lássák, ha lássák is a hibát, akkor lássák is, hogy kell helyesen csinálni. Na, hát szerintem én most ennyit akartam így magáról a játékról mondani. Talán még egy dolgot, de ez tényleg most csak így zárójelesen és felkiáltó jellel, meg megcsillagozva, meg stb. Egyetlen egy dolgot talán változtatnék a mechanikában. Szerintem ezek a épületek, ugye a workshop, vagy mi ez a, hogy hívják ezt, a műhely, meg a karanténlapka. Szerintem vannak nagyon erősek, vannak kevésbé erősek, és az a baj, hogyha hirtelen valaki megépít egy kevésbé erőset, és felhúz egy nagyon erőset, azzal azért meg tudja bontani egy picit azért az egyensúlyt. Tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a karanténlapka ez nagyon erős, mint ahogy ez a karanténlapka is nagyon erős. Hát meg talán erre is azt mondanám. Ha megnézitek az összes többit, hát most mindjárt mutatok még párat. Tehát ez biztos, hogy nagyon erős, ez is. Még ezt is, igen, erre a négyre azt mondanám, hogy erős. Ha megnézitek ezeket, igaz, hogy csak egyet kell beadni, meg mondjuk ott kettőt, de most őszintén egy győzelmi pontot közelebb viszem. Tehát most őszintén egy győzelmi pontot fog adni, öt győzelmi pont, vagy hatot, mert ha az első fordulóban megépíti valaki, bár ezt nem hiszem, hogy meg fog építeni valaki az első fordulóban, mert tehát ha valaki megengedheti magának, hogy ezek közül valamelyiket megépítse az első fordulóban, azt meg kell építeni, mert egyet bukik pluszba, de többszörösen kapja vissza. Ezek ahhoz képest, persze, az a baj, hogy kettőt nem fogsz tudni építeni. Tehát nem lehet. Hiába kerül többe, a győzelmi pont nem fog kárpótolni, én szerintem. Még ez is talán az erősök közé tartozik. Szóval, ez mondjuk csak az én véleményem. Én valahogy ezt úgy csinálnám meg, hogy hát vagy kivenném a nagyon-nagyon, bár mondjuk ez annyira nem, mert azért itt tényleg kell fizetni még többet. Tehát én vagy kivenném a nagyon erőseket, a nagyon durván erőseket, ez például biztos, hogy egy olyan, meg nekem ez is gyanús. Tehát vagy kivenném őket, de minden esetre a műhelyeknél is megfigyelhető, hogy van nagyon erős, akkor inkább azt csináltam volna, azt hiszem, ha jól emlékszem, a Cooper Island csinálta ezt, hogy mikor ott kártyát kellett húzni, ugye, hogy felhúzzuk a legfelső hármat, megnéznénk, és választunk közülük egyet megtartunk, a másik kettőt meg betesszük alulra, és akkor egy kicsit így mindig rotálódik, de az biztos, hogy
lehet, hogy jobb az, hogyha nem csak a legfelsőért lehet menni, mert mondom, kicsit olyan félve, én például, hogyha másokkal játszanék, néha úgy bennem lenne ez a jó lenne megépíteni, de lehet, hogy feljön egy jobb, tehát most mutatok innen is azért párat, hogy értsétek, mire gondolok. Oh, hát itt tessék. Tehát egyet megy, kettőt megy. Értem én, hogy oda csak ilyen fejlesztett apáca mehet, ezt én aláírom, de itt is kap győzelmi pontot, ott is, és ha éppen van az embernek, mert már tervezi az újra a népesítést, ugye innen is újra lehet népesíteni, tehát be lehet küldeni, de egyet megy, kettőt megy. Nagyon sok. Arról nem is beszélve, hogy amit én kivettem, hú, hát az meg, na, az meg aztán, na, nézzük csak, mert az talán a legjobb példája ennek, hogy még mennyire erős. Ide sima apáca jó, és két nagy tűztokent ad. Tehát nem két simát, ehhez képest, hát, hol van? Ehhez képest, már bocsánat, valaki magyarázza már meg nekem ezt, hogy ez hogy van? Ide bármilyen apácát berakunk két fáért, kapunk két győzelmi pontot, meg két spéci tűztokent, ott meg csak egy speciális apácát lehet berakni, négy győzelmi pontért, az kettővel több csak, két sima tűztokenért, és ez is két fába kerül. Tehát azért, na most komolyan, most vagy én vagyok egy picit idiótább, ahogy azt gondolom, de érzitek a különbséget, hogy azért ez mennyivel durvább ez alap, és hogy mennyivel kevesebb dolog kell hozzá, mint ehhez? Azért ezzel a játékban egy kör alatt leveszünk két kockát az utolsó fordulóban, míg ezzel csak egyet. És akkor már megkapjuk érte két kockánként, az mennyi, az négy győzelmi pont. Itt hiába kapunk négyet, jó, mondjuk összesen egyébként hat jön ki, ebben igaza van a tervezőnek, hogy végül is úgy összvisz hat. Nem tudom, nekem ez akkor is erősebbnek tűnik, mert, hogy mondjam, nem csak azért, mert itt megkapjuk a győzelmi pontot, hanem mert ezzel itt is megyünk kettőt. És ott azért, ha pont az a kettő az, hogy innen megyünk fel ide, azért az két pergamen is. Mindegy, lehet, hogy én magyarázom csak be, de nekem az eddigi próbajátékaim során mindig azt éreztem, hogy vannak erősebbek, vannak kevésbé erősek, és az viszont túlságosan a szerencsém múlik. Tehát az én ízlésemnek már egy icipicit egy ilyen játéknál, ahol azért nagyon-nagyon durván kell gondolkodni. Tehát, hogy egy picit úgy érzi az ember, hogy szénégeti az agysejtjeit azért, hogy aztán meg ott megszívjon egy rossz építéssel, mert hogy egy olyan jött fel. Tehát itt egy picit az ember jobban haragszik a szerencsefaktornak erre a részére, pláne úgy, hogy ha még azt is érzi, hogy nem biztos, hogy annyira balanszban vannak, nem tudom. Nekem ez volt az érzésem, és még mindig az. Tehát lehet, hogy több játéknál előjönne az, hogy én butaságokat beszélek, mert hogy ezt jó kitesztelték. Ezt aláírom, ez most csak egy ilyen érzés. Ezért is mondtam nektek, hogy zárójelbe csillagos megjegyzés, és a többi, tehát hogy ezt ne vegyétek készpénznek. Írjátok le a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről. Én kíváncsi vagyok azért erre is. Na, most már aztán tényleg ennyi lenne, mert sokat beszéltem, meg mi azt illeti, el is fáradtam ebbe a játékba. Kis pihenés jó lesz most. Na, hát akkor ha hibát találtok, írjátok, ha valamelyik kérdésetek van a játékkal kapcsolatban, akkor írjatok, igyekszek válaszolni. Akkor ennyi lett most, és találkozunk a következő videóban.